Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Összekinek a mondatom eleje, ma nem lesz újdonság, mert maga előtt is itt volt és részben hallottam. De engedjetek meg néhány szót a mai koncert okán, hogy miért és hogyan jött létre. Valamint van egy meglepetésünk is. Meg szeretném köszönni majd a család nevében is. Kérjük a megértést, hisz megpróbálkoztunk azzal, hogy hogyan is lehetne ezt a köszönetet hitelesíteni, de hogyha feljönnél a parkba, akkor ketten rívunk, hogyha ő maradt fönni negyedül, akkor egyedül sír, úgyhogy megpróbálom majd összefoglalni azt, amit Palkóval és Évivel beszéltem, és megörülöttünk, fel fogom majd olvasni. Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, jótékonysági koncert Kingai rendezvényen. Köszönet a megváltott jegyekért és az adományokért, amelyeket a helyi gyűjtődobozba adakoztatok, és a Szól a Szív alapítvány számlájára utaltatok a megváltott jegy árán túl. Köszönjük azoknak, akik nem tudtak eljönni, de elküldték a belépő árát az alapítványnak. Köszönjük azoknak a támogatóknak a segítségét, akik nagyobb összeggel támogatják a kezdeményezés sikerét, és azoknak a támogatóknak, akik ennek lebonyolításában részt vesznek, részt vettek. Kingát 17 decemberében közvetlenül a keresztény népek legnagyobb ünnepe előtt autóbaleset érte, sajnos a számtalan törésen kívül Kinga kómára esett. 18 tavaszán megkeresett Palkó, az édesapa, hogy az orvosok szerint akár egy pillanatnyi inger is kiválthat valami változás nála, és ezért kitalálta, hogyha közelbe járna valahol az ismerős arcok zenekar, meglátogathatná közülük valaki, hisz nagyon szereti őket, és egy csepregi ismerős arcok tábort sem hagyott ki, csak hogy ott lehessen a zenekar közelében. Palkó szerint Lecó Szilveszter Lecsó volt a kedvenc, ha ő meglátogatná, vagy esetleg még valaki a zenekarból, segítenék-e ebben neki, beszélnék a zenekarnak. Kapóra jött, hogy hamarosan jöttek fellépni a Gencsapáti Pünkösdön. Megkerestem Galambos Nándit, mint zenekar vezetőt a kérésre. Azonnal igen mondott a teljes zenekar nevében, és aznap este jelezte, mindenkivel beszélt, természetesen nem a zenekar valamennyi tagja. A koncert előtt körbeálltuk betegágyat, és mindenki elmesélte a maga történetét Kingával. Figyelve, hogy tudhatja, mi történik körülötte. Mikor búcsúzott a zenekar, Kinga szeme csillogott a könyvtől, és először látszott kevéske arckifejezés rajt, szomorú volt, hogy elmenne. Nyerges Attila visszalépett az ajtóból, és megígérte neki, ha erős marad és felépül, játszanak neki egy koncertet. Idén évelején, mikor a zenekar arról döntött, hogy milyen jótékonysági felkéréseket vállaljon el, elhatározták, hogy nem várják meg a teljes felépülést, előbb adnak koncertet Kingának, Kingáért, ezzel is segíti a kezelését, további vizsgálatait és szülei sok lemondással járó életét. Felkértek segítség egy koncert megszervezésében, nekifogtam titokban, de jött a vírus és elhúzódott minden. Aztán, hogy reménykedtünk abban, hogy talán június végétől enyhül a korlát, ajánlott a zenekar újabb időpontot. Azt tudtuk, hogy Szombathelyen lenne, de nem tudtuk, hogy hol. Több helyszín szóba került, mind teremben, mind szabadtéren. Az adottságokat és az éppen hatás intézkedéseket mélegelve az Agora Művelődés és Sportház mellett döntöttük, ha tudja fogadni a rendezvényt. Levélben megkerestem Szombathely megyei jogúváros polgármesterét, hogy segítsen célunk megvalósításában. Azért, hogy minél kisebb költsége és ezáltal nagyobb támogatás nyújtásával megrendezhessük az Agorában a koncertet. Néhány nap elteltével megkaptam polgármester úr titkárságától a támogatói levelet, miszerint az intézmény a rendeletben meghatározott minimális díjért rendelkezésünkre bocsátják, és sikeres rendezvényt kívánnak. Elsőre Szántai Gyula Kacsár kereste meg, hogy vegyen részt a Vokka zenekar és a rendezvényen. Igen mondott a többi zenész nevében, és éppen látottátok a remek koncertjüket. Aztán a zenekar talált egy támogató szervezetet, a Szól a Szív alapítványt, akinek tevékenységével összhangban áll jótékonykodni, támogatások segítése. A mai koncert költségeit vállalni tudták, így jöntletek a rendezvény szervezői. Ezzel elértük, hogy a teljes bevétel költségek nélkül Évi és Palkó segítségére legyen. Köszöntöm
valahol a sorok között az alapítvány megjelent kuratóriumi tagját, Balázs Katát és családját. Az azért cél, mert tevékenységükkel Kingának sokat segítettek, sőt leutaztak Budapestről, és persze vásárolt jeggyel a zsebükbe ötték. Tisztelt támogatók! Szeretném megköszönni a segítségeteket mindenkinek, aki segített a koncert létrejöttében. A koncert biztosítását a Westhangeri Sportgard Kft-nek, a médiáknak, Vasnépen, Nyugat.hu, Credo Rádió, Fish FM, Vaskarika, Riposzt. A Rádió Egye City taxitársaságoknak, a Csikarcsád a Panziónak, a Bunger Nyomdának, a Borokat Mondásainak és Tóth Marcellnek, az Agora Műveldés és Sportház dolgozóinak, a három fiatalnak, akik rögzítik a koncertet, hogy Kinga nézhesse a betegágyon, Domonkos Dóra, Kovács Kristóf és Cirol Dánielnek, Szombathely városának, valami Nemény András polgármesterünknek, hogy kedvezményesen biztosította a helyszínt. Én magam részéről köszönöm, hogy az zenekar gondolt rám és segítettem. A Mokka Tributbandnek, Szántai Gyula Kacsának a közbejárást, az ismerőcsarcok zenekarnak a szándékot, az elhatározást, hogy a rövid koncertszezonban is szánnak a jótékonykodásra. Azt hiszem összeget nem illik mondani, de azon kívül, amit segítő szándékkal felajánlottatok a helyszínen és utaltatok a Szolvaszív Alapítvány számlájára, nagyon nagy köszönet, hogy a vírus ellenére közel 200-an eljöttetek. Köszönet nektek! Közben is érkeznek felajánlások, amit nem tudom végigmondani, mert még nem valósultak meg, de egy teljesen egybeesik a Palko és Évi céljaival, amiről azt hiszem mindenki hallott már, hisz minden média megírta, hogy mire is szeretnék költeni ezt a pénzt, ami egyébként szabadon használhatnak fel. Eddig titkoltuk, bár már tudtunk róla, és ment a szervezés a háttérbe, és többször lenyilatkoztam, Évi és Poli szeretné néha hazavinni Kingát a nagyszülőkhöz. Ahhoz viszont kellene egy ugyanolyan motoros, sok helyen állítható ágy, hogy megfelelő ellátása legyen. Most egy tömördi vállalkozó barátunk külön utakon járt. Kapcsolat révén felkutatott egy svájci lehetőséget a betegágyra, mert egy egyházi szervezet segít hazahozni. Az ügy mellé állított többségében körszegi vállalkozókat, ügyfeleket, és összegyűjtötte a több százezer forintos vételárat, így arra már nem kell költeni Évinek és Palkonnak. Ez a közönség követi a zenekar mondandóját, hogy egy vérből vagyunk, és azt is, hogy ez a két remek zenekar, aki itt volt, és ez a közönség, ez ennyit ér. Remélem nem felejtettem senkit azok közül, akik segítettek. Rajtuk közül mindenkinek, aki névvérkül adományozott, nekik is köszönöm. A család is szeretne megköszönni a támogatást. És ezért, mint az előzőekben mondtam, Palko írt egy köszönetet, amit most megpróbálok én elcsuklás nélkül végén. Ez a mai az, amit... Előre és utólagosan is nézzétek el nekünk, hogy nem jöttünk fel a színpadra. De a meghatódottságtól valószínű, hogy csak a könnyeinkkel küzdködni. Bár a sors az életünkre talán az egyik legnehezebb keresztet rakta, mégis hisszük, hogy vannak csodálatos dolgok, amiknek köszönhetően megláthatjuk a szépet, a jót ebben az önmagából kifordult világban. És egy ilyen csoda most itt van nekünk, hogy ennyien eljöttetek, és együtt élünk át egy olyan estét, ami hiszünk, hogy mindenkinek a lelkében olyan nyomot hagy,
amely egész életében felmelegíti a szívét, amikor visszagondol rá. Számtalan koncerten vettünk már részt. Volt, ahol 100 000 ember tolongott, volt, ahol 50. Volt köztük fergeteges és vidám, valamint elgondolkodható és megható is. De kétség nem fér ahhoz, hogy életünkben ez a mai az, amit egyik sem tud felülírni. Legszívesebben mindenkihez egyenként tudom menni, és egy olyan nagy öleléssel köszönném meg, hogy eljöttetek, de sajnos az idő nem a mi oldalunkon áll. Meg hát itt van ez a Covid is. Aztán még a végén 2 hétig itt kell maradnunk, addig meg a zenekarok sem írnák. Ez a parira van. Ezért a további köszönetnyilvánításoknál már nem akarjuk az időtöket rabolni, és nem bocsátanánk meg magunknak azt sem, ha bárkit is kihagynánk a sorból. Tudjuk, hogy szavak nélkül is érzi mindenki ebben a teremben, hogy ma este ismét történt egy csoda. Igaz, azt mondtuk korábban, hogy ez a koncert a legnagyobb számunkra az életünkben. De talán egyetértetek velünk abban, egyszer valamikor jövőben, ha lenne egy másik, ugyanígy veletek együtt, és a végén édes Kingán tudna ezen a színpadon, cserfes kis hangjával ezt a sok jót megköszönni. Amit kaptunk és kapunk tőletek, az lenne az a koncert, amit már soha semmilyen másik nem múlhatna felül. És mi hiszünk ebben, hogy egyszer ez a csoda is meg fog történni. Szeretetteljes, nagyon eléssel mindenkinek, Évi és Palkó. Szóval, bocsánatot kérek, lerövidítem. Eljött a pillanat, jótékony ötletgazdái színpadra lépjenek. Hölgyeim és uraim, következik az a zenekar, aki ezt kitalálta, aki erre áldoz. És én itt már nem lehet hibázni, szóval profik, én biztos sokat hibáztam. A létrehozója ennek az estének, az ötletadói, a szíve, a lelke, a motorja, követnék az ismerős arcok zenekar. Isten hozott benneteket, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, mert fontosnak gondoltátok a célt magát. A körülmények ellenére is mindenkinek azt kívánom, hogy érezze nagyon jól magát. Yeah.
mindenki visszatér. A sok-sok szenvedéssel is igaz lassan, de fordul a világ. De jó lenne, ha néha a jó Isten kicsit jobban ügyelne ránk. Ne mondjuk le az álmainkról, bárki bármit is tehet. Mától minden napon üzenet legyen. Fenger a hegyek fölött, a sötétség véget ér. Alapszol majd a könyekben, s mindenki visszatér. Yeah.
Remélem, hogy örülni fogsz, hogyha látod ezt a videót. Nagyon-nagyon sokan vagyunk itt, érted, izgulunk, és szeretnénk, hogyha felépülnél. Nagyon sokan vannak, és nagyon-nagyon szeretünk. Légy szíves, gyógyulj meg! Puszi! Szeretünk, Inga! Alig várom, hogy újra találkozzak a pótanyukámmal. Nálam meg mindig sör van.